Összefogás kell a gazdasági fejlődéshez, stúdiumban értékelt az egyetem rektora. Cél, hogy felhívják a figyelmet az olvasás fontosságára, népmese.hu nyílt Pécsett. Újprébánia kertvárosban már adventkor itt ünnepelhetnek a hívek. Ijesztő dekorációk, zombi dolgozók, különleges véradás az Uránium moziban. Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. Fenntarthatóság kell, hogy jellemezze az egyetemi fejlesztéseket, mondta stúdiónkban a Pécsi Tudományegyetem rektora. Misete Attila kiemelte, gazdasági kényszerben van a város, a megye. Összefogásra van szükség, hogy növekedésnek induljon térségünk. Ezért valódi összefogásra törekszik az önkormányzatok vezetőivel, gazdasági döntéshozóival. Az egyetem vezetője beszélt stúdiónkban az intézmény helyzetéről, fejlődési lehetőségeiről. Misete Attila kihangsúlyozta, hogy összefogásra van szükség, hiszen a térség gazdasági helyzete erre kényszeríti az egyetem és a város, valamint a megye vezetését. Nagyon sok pécsi projekt úgy bukott el, hogy igazából a projekt céloknak nem igazán megfelelő javaslatok kerültek ki, lecsó, mindent bele, típus, tehát egészen biztosan kell egy olyan kis testület, megértés, a város, egyetem, megye, iparkamara, ipari szereplők között, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg a projektek célhoz kötöttsége az megfelelő legyen. Nem szándékunk olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyekről ki fog derülni pár év után, hogy valójában gazdaságtalanok. Az egyetem el tudja érni 2020-ig az 5000-es külföldi hallgatói létszámot, de a demográfiai helyzet miatt nem lesz újra 30000-es diák létszám a Pécsi Tudományegyetemen a közeljövőben, mondta stúdiónkban a rektor. A teljes beszélgetést Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Egyelőre vége a vészes apálynak a Dunán, újra közlekedhetnek a teherhajók, és a Kompis szállíthat nehéz járműveket Mohácsnál. Azt egyelőre nem tudni, meddig tart az áradás, a Duna magyarországi felső szakaszán ugyanis ismét apad. Vasárnapig az előrejelzés szerint tovább tart az áradás, utána viszont ismét apad majd a folyó. A nagyobb víznek egyelőre nincsen utánpótlása. Mohácsnál néhány nap alatt több mint egy méterrel nőtt a vízszint, kedden reggel 178 cm. Mértek. 80 millió forintos pályázat keretében hozták létre a Pécsi Népmesepontot. Az intézményt szerdán adták át a kulturális központban. A projekt célja, hogy már fiatalkorban felhívja a figyelmet az olvasás fontosságára. Az elkövetkező időszakban 11 pécsi oktatási intézményből érkeznek majd gyerekek, hogy megismerkedjenek a Népmeseponttal. A Mesepontban a vendégeket rövid verssel készültek a gyerekek a Pécsi Népmesepont átadó ünnepségére. A kulturális központban 80 millió forint értékben valósulhat meg ez a beruházás 2018. április és 2021. március között. A projekt célja a gyerekek, diákok számára annak felismertetése, hogy az olvasás már fiatal korban mennyire fontos ahhoz, hogy szellemileg aktív életet éljenek. Hoppá Péter az ünnepségen elmondta, abban bízik, hogy igazi városi intézményként fog majd működni, de megyei kihatással ez a Népmesepont. Ezt a kvázi hógyakorlatot, ezt sok-sok intézmény megpróbálja integrálni a saját pedagógiai programjába, mert hogyha ez egy katalizátorként is használatos lesz ez a itteni Pécsi Népmesepont, akkor érünk el igazán eredményt, hogyha másfél év után nem egy kipipált és letelt 80 milliós projektnek a beszámolóját írjuk meg, és számolunk el tisztességesen, hanem hogyha ez a társadalmi mozgásba bekerül, és hogyha ez sok-sok intézményben, mint jó gyakorlat, a mindennapok részévé válik. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a rendszeres nem formális és informális tanulás közvetetten hozzájárul a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentéséhez is. Szigorúan lelkemre kötötte, hogy éve pásztorkodjam, mert ha a marhák tilosba találnak menni, bocska, szia, hasít a hátamból! A projekt célcsoportját alap- és középfokú oktatásban résztvevők, végzettség nélküli iskola elhagyásban veszélyeztetett gyermekek, korai iskola elhagyók, valamint óvodások alkotják. Az átadó ünnepségen Őri László úgy fogalmazott, közösségformáló szerepe is van a Pécsi Népmesepontnak.
Egy olyan közösségi teret hozzunk létre, ahol városi környezetben élő gyermekek találkozhatnak és megismerkedhetnek azzal a magyar kulturális örökség részét képező mesevilággal, amely a nagyvárosi környezetben, a tévéből, az interneten érkező mesék világában ma már egyre kevesebb részt vagy szeletet foglal el. Országosan egyébként 15 ilyen népmesepontot létesítenek az elkövetkező időszakban. Itt Pécsen 11 oktatási intézményből érkeznek majd gyerekek, akár szülőkkel is, hogy egy tanórányi időt eltöltsenek ebben a mesevilágban. A kormány döntése szerint az idei évtől kormányablak feladatok ellátására kialakított, mobilizált ügyfélszolgálatok viszik közelebb a kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgárokhoz. Novembertől már a baranyai kistelepüléseken élők is igénybe vehetik a kormányablak busz szolgáltatásait. A járművön több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. Kápolnát, templomot közösségre kell építeni. Ezzel a céllal alapít új plébániát a Pécsi Egyházmegye. A kápolna és közösségi térhelye már megvan Kertvárosban, kezdődhet az ingatlan átalakítása és a környezetrendezés. A tervek szerint az idei adventben már itt ünnepelhetnek a hívek. Szent II. János Pál pápa nevét hamarosan már nem csak a Pécsről Pogányba vezető út fogja viselni, hanem egy új plébánia is. A Pécsi Egyházmegye ugyanis 2019. január 1-ével új plébániát alapít. A kápolna és közösségi tér a Nagy Imre úton az egykori panoráma presszó helyén épül. Udvardi György megyéspüspök az épülő templom, plébánia és közösségi tér élére augusztus 1-ével Kövesi Ferenc kerületi esperest nevezte ki. Egy közösségi ház lesz ebből az épületből, és a közösségi házon, téren belül fog elhelyezkedni egy kápolna, ahol rendszeresen lesznek majd istentiszteletek, szentmisék, de egyben közösségépítésre is tudjuk használni, közösségi összejövetelekre, és ha plébánia lesz ez a rész, akkor itt lesz az irodahelység, a hivatal is. A tervezés lezajlott, a leendő kivitelezőkkel már be is járta az épületet, Kövesi Ferenc szervezőlelkész, valamint a Pécsi Egyházmegye építésze. A tervek szerint december 15-ére elkészül a kápolna a közösségi térrel együtt. Itt a válaszfalak lesznek nagyon sok helyen elbontva, újraépítve, a burkolatokat fogjuk kicserélni, új nyilászárók lesznek, tehát ugye a funkcióknak megfelelően lesznek kialakítva az új helyiségek, új berendezés lesz, és hát ugye itt, ahol most vagyunk, itt lesz ugye addig, amíg el nem készül a templom, addig a kápolna. December 8-án 17 órakor a meglévő közösségekkel, hitoktatókkal és hittanosokkal adventi estet tartanak a leendő közösségi tér mellett. Október 31-ével lejár a diákigazolványok érvényessége, az előző fél évben kiadott matrica hatálya. A köznevelési és felsőoktatási intézmények a 2018-2019-es tanév első felében is matricákkal látják el az igazolványokat, amelyek így 2019. március 31-ig lesznek érvényesek. A 16 évesnél fiatalabb tanulók esetében nem szükséges az érvényesítő matrica, az ő igazolvány enélkül is érvényes lesz. Ha valaki nem folytatja tovább tanulmányait, október 31-ig utazhat diákkedvezménnyel tömegközlekedésben, vehet igénybe kedvezőbben szolgáltatásokat, vagy vállalhat diákmunkát. Jelmezbe öltözve várták vendégeiket a pécsi Uránia moziban. A dolgozók a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen halloweeni véradást rendeztek, a donorokat pedig meg is ajándékozták önzetlenségükért. Ijesztő dekorációba burkolózott a pécsi Uránia mozi. A filmszínházban halloweeni véradást szerveztek. Barabás Leó zombiként fogadta a vendégeket. Azt mondja, az Uránia mindig is elkötelezett, ha a társadalmi szerepvállalásról van szó. Minden évben van egy jótékonysági vetítésünk, és gondoltuk, hogy ezt valahogy kéne valahogy kicsit kiterjeszteni, vagy mást is nyújtani az embereknek, vagy mást is szervezni, és akkor eszünkbe jutott a véradás, hogy az hát, ha így a Halloweenhez hozzáköthető, mint valami ijesztő dolog, hogy a vér, és akkor így jött az, hogy akkor leszerveztük ezt a véradást.
A véradásban a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat segített. A mozi vendégei mellett rendszeres donorok is részt vettek a különleges eseményen. Az Uránia mozi Facebook oldalán találtam meg ezt a lehetőséget, és igazándiból a rendszeres véradó vagyok, úgyhogy ez az oka is kellemes, a hasznossal összekötöttem. Úgyhogy ez az ok annak, hogy megjelentem itt. A véradók önzetlenségét egy egyéves törzskártyával és egy közepes kukoricával hálálták meg a mozi munkatársai. A jövőben további hasonló programokat is szeretnének szervezni az Uránia moziban. Idén augusztus óta minden nap láthatjuk, hogy a sötétedés után az intelligens LED lámpáknak köszönhetően különböző színekben, színkombinációkban pompázik a város felett a tévétorony. November 2-án halottak napján kivételes módon a fények hiányával emlékezhetünk halottainkra. A teljes sötétségbe burkolózó toronnyal hajt fejet a város az elhunytak előtt. November 4-én az 1956-os forradalom leverésének emléknapján pedig a nemzeti trikolor színeit láthatjuk majd. Új támfalak, kicserélt szegélykövek, friss aszfaltburkolat és a korábbinál több parkolóhely. Ez a mérlege a Komlói Irinyi utca és a kapcsolódó bekötőút régen várt felújításának. Rendhagyó módon a szakaszt a leginkább érintett társasház lakosai örökbe fogadták, ők gondoskodnak majd a rendben tartásáról. Most ért az önkormányzat a beruházás végéhez, összesen 6 millió forintot fordítottak a terület rendbetételére. Most ismét a lakók következnek, hogy a mostani időjárási körülményeket figyelembe véve növényesítsék a támfalat, és majd tavasszal gondoskodjanak a gyephézakos burkolaton és a kinövő fűnek a kaszálásáról. Tehát magyarul ők örökbe fogadták ezt a területet, és ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy Komló még szebb, még jobb legyen. Változik a vonatok menetrendje a hosszú hétvége miatt. November 1-én, a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok, közölte a MÁV szerdán az MT-vel. A vasúttársaság közleménye szerint a 4 napos hétvégén 500 ezer utasra számítanak. Hangsúlyozták, hogy a hosszú hétvége alatt is igénybe lehet venni a szokásos kedvezményeket. A 26 éven aluliak, de már nem tanulók, 33%-os kedvezménye november 4-én éjfélig vehető igénybe. A pénztárak előtti sorbanállás elkerüléséért a MÁV Start azt javasolja az utazóknak, hogy váltsanak a vonatokon, akár mobiltelefonon is bemutat 10%-os kedvezményű e-vonatjegyet, olvasható a közleményben. 3 mérkőzést rendeztek az U11-es lánykosarasoknak a Gandhi sportcsarnokban a nyitófordulóban. A KSC Szekszárd 1, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia pedig 2 csapattal képviseltette magát. A játéknapon a szekszárdiak 2 győzelmet arattak. A pécsiek első csapata 1 győzelmet szerzett és 1 vereséget szenvedett, míg az 1-2 évvel fiatalabb kosarasokból álló PVSK-s második csapat 2-szer kikapott. Az én iskolám az a DNS iskola, tehát én ott már 40 évig, most nyugdíjas vagyok, már csináltam, és még mindig oda járok vissza, de már egyre több másik általános iskolából is tudunk. Vannak a Babicsból, a Gyakorlóból, az ötös iskolából nagyon sok gyerek van. Ugye nyuszi kupát rendezünk, oda átjárnak a pécsiek is, PVSKB csapattal is találkozunk majd a nyuszi kupában, és ott indulnak ezek az iskolai csapatok ezen a nyuszi kupán, és onnan nőnek ki a kis tehetségek. Két személyautó ütközött össze szerda délelőtt Pécsen az Üszögi út és a Nagykozári út kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Az első hírek szerint az eset során egy ember megsérült, akit a mentők elláttak. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Tüzérségi lövegeket, több száz lőszert és más második világháborús haditechnikai eszközöket is lefoglaltak a rendőrök 2 kaposvári férfi pincéjében. Az esettel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Szijjártó István bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes elmondta, a 2 férfi a nyomozás során együttműködött velük, elmondások szerint hobbiból gyűjtötték a háborús robbanószereket, tettükért akár 8 évet is kaphatnak. Durván 50 darab 82 mm-es orosz aknövető gránátot találtunk,
Ezek jó része a robbanóanyag eltartásra kerülő, illetőleg volt olyan, ami különösen veszélyesnek minősítettek a tűzterés szakértők. Emellett tűzérségi lövegeket, illetve különböző lőfegyver fődarabnak minősülő tárgyakat is találtak annak a 23 éves kaposvári férfinak a pincéjében, akinél október 26-án tartottak házkutatást. A robbanóanyagokat, illetőleg a II. Világháborús haditechnikai eszközöket a A. András és B. Péter úgynevezett hadszintérkutató tevékenysége során szerezte. Nagyrészt Nagybajom térségében, ahol a II. Világháborús hadműletek folytak. A helyszínre a Készenléti Rendőrség tűzszerész szolgálata, a terrorelhárítási központ, a kaposvári rendőrkapitányság rendészeti kollégái, valamint a bűnügyi osztály szakembereit is riasztották. A lőszereken és a gránátokon kívül pedig nagy mennyiségben kábítószert is találtak. A házkutatások eredményeképpen a fiatalembernél kábítószer fogyasztáshoz alkalmas eszközöket, illetve a rajta elvégzett szakértői vizsgálat alapján a vérében kábítószer maradványokat találtunk, tehát kábítószer tartása bűncselekményt mindenképpen elkövette. A nyomozás során egy másik hobbi lőszergyűjtőt is elfogtak a rendőrség munkatársai. Megnevezte azt a szemét, akinek ő egy orosz hadipuskát adott kölcsön. Ő nem más, mint B. Péter, szintén kaposvári lakos, akit a kollégáim a Tesco parkolóban a TEK segítségével fogtak el. Ő elmondta a vallomása során, hogy valóban volt nála ez a hadifegyver, egy pár napig, de visszaadta utána a barátjának, és a nála lefolytatott, szintén egy kaposvári családi házban lefolytatott házkutatás során nagyon-nagyon nagy mennyiségű, szintén elsősorban II. Világháborús tüzérségi aknákat, lőszereket, bombákat találtak a kollégáim. A nyomozás során a két kaposvári férfi mellett tanúként hallgattak ki egy bártudvarnoki lakost is. A sajtótájékoztatón a szakemberek kiemelték, a terrorcselekmény elkövetésének gyanúját a nyomozás során kizárták. A lövegek és gránátok szakszerűtlen tárolása azonban nagy bajt is okozhatott volna. A két férfi a tárgyalásig szabadlábon védekezhet. Pisztollyal felfegyverkezve autóval üldözött egy fiatal decsi férfi egy másik fiatalt Szekszártól Őcsényig. A községben aztán elő is rántotta a gázriasztó fegyvert, de az elsőre nem sült el, csak sokadik próbálkozásra sikerült eltalálni az áldozatát és annak unokatestvérét. Az ügyben most született ítélet, a lövöldöző férfinak nem kell börtönbe mennie, de 5 év felfüggesztett büntetést kapott, így akár egy ittas vezetés eset is kiszabhatják rá a most megúszott 2 év börtönt. Itt, Szekszárd központjában egy gyors étteremben rontott rá az áldozatára a később fegyvert rántó 27 éves férfi. Miközben bent mások is vártak az ételükre, egyszerűen elkezdte ütni-vágni a szintén 20 éves fiatalt. Az áldozat, amikor kiszabadult, azonnal beugrott egy taxiba és Őcsénybe menekült az unokatestvéréhez. A gázpisztollyal felfegyverkezett támadó követte őt a saját autójával, majd amikor megálltak, elő is rántotta a pisztolyt. Az viszont több egyszerre sem sült el. A támadó miközben próbált lőni, egyre közelebb lépett a két áldozatához, végül nagyjából 30 centire tőlük sikerült elsütni a fegyvert. A karján és a hátán sebesült meg a két férfi. A lövések alkalmasak lettek volna annyiban, amennyiben más testtájt érnek, súlyosabb sérülések létrehozására is. Ezt súlyosbító körülményként vette számba a bíróság. A támadó lemondott a tárgyalásról, azaz beismert mindent, amivel vádolta az ügyész, így enyhébb büntetést kapott, mint ami járt volna neki. A szekszárdi járásbíróság 2 év börtönre ítélte a vádlottat, aki Őcsény belterületén gumilövedékkel lövöldözött. Az ítélet végrehajtását a bíróság 5 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet egyebekben jogerőre emelkedett. A lövöldöző férfi tehát 5 évig bármi törvénytelenséget elkövet, biztosan börtönbe kell vonulnia. A magyarok 13,5%-a depressziós. Habár egyre nő a mentális betegek száma, mégsem tulajdonít neki a társadalom jelentőséget. Pedig ha nem ismerik fel időben, öngyilkossághoz is vezethet. A szakma csatlakozva egy európai kezdeményezéshez minden eszközt bevet annak érdekében, hogy még kevesebb tragédia történjen. Ennek egyik módja a civilek bevonása a szakmai munkába, akik úgynevezett közösségi kapuőr funkciót tudnak betölteni. Ez azt jelenti, hogy például a házi orvosok, boltosok, pincérek, kozmetikusok felismerik a depresszióra utaló jeleket, és tudják, hova irányítani a mentális beteget.
Ettől a kanyartól néhány méterre az utcában egy fánlókba találtak meg egy férfit idén szeptemberben Szekszárdon. Az áldozatról később derült ki, hogy önkezőleg vetett véget életének. A helyiek azt mondják, a férfi nem a környéken lakott, és valószínűleg kábítószer hatása alatt cselekedett. Ez pedig már tavaly nyári felvétel, akkor egy férfi egy 10 emeletes tetejéről vetette magát a mélybe. A házban lakók ismerték a 30 és 40 év közötti férfit, ő takarított a házban, és látszólag semmi sem utalt arra, hogy valami nyomasztaná. A szakemberek azonban azt mondják, az öngyilkosság előtt az áldozat mindig jelzi valamilyen formában, hogy baj van, vagy megpróbál segítséget kérni. Csak nem mindig van olyan ember a beteg közelében, aki felismeri a segélykiáltást. Egy európai programhoz csatlakozva Magyarországon is igyekeznek egyre több civil segítőt bevonni a szakmai munkába, akik felismerik a krízisre utaló jeleket. Ez ide tartoznak a különböző segítő foglalkozások, a szociális munkások, a pedagógusok, gyógyszerészeknek nagyon fontos szerepük van, akkor ide tartozhatnak akár a kozmetikusok, akiknél ugye sok időt töltenek el az emberek, taxisofőrök, pincérek, ugye nagyon sokan vannak, akik alkoholos befolyásoltság alatt követnek el öngyilkosságot, egy pincér is észreveti azt, hogyha valaki, akit egyébként már régebb óta ismer, máshogy iszik, vagy többet iszik. Nagy szerepük van az öngyilkosságok megelőzésében, tehát az emberekkel gyakran találkozó szakmát űzőknek, mert ha érzékenyítve vannak ezen téma iránt, akkor tudni fogják, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen helyzetet, és azt is, hogy hova irányítsák a bajba került embert. Ezt kellene felerősíteni, hogy minél több olyan kapuőr legyen, aki vállalja azt az önkéntes szolgálatot és azt az elhivatottságot, hogyha észreveszi az embertársai körében a depresszió jeleit, akkor egyrészt odafordul felé, meg ha tud, felméri azt, hogy ő saját maga tud-e segíteni abban, hogy elinduljon és kezdjen kilábalni ebből a helyzetből, illetve tudni fogja, hogy hova és merre kell irányítani, ahol szakszerű segítséget fog kapni. Szekszárdon több száz önkéntes figyel oda embertársaira, és ismeri fel, ha valaki depressziós vagy éppen öngyilkosságra készül. Ők és más önkéntesek is érzékenyítő képzésen vesznek részt egy nemzetközi program részeként. A szakemberek azt mondják, jelentős eredmények érhetők el civil segítők bevonásával. 60 millió forintból újult meg a védőnői szolgálatnak helyet adó épület Balatonmária fürdőn. A fejlesztésre az akadálymentesítés és a nagyobb helyigény miatt volt szükség. Kialakítottak egy több funkciós helyiséget is, ami baba-mama programoknak, csoportos foglalkozásoknak, várandós tornáknak is helyet adhat majd. A most átadott felújított épület már a 80-as évektől egészségügyi szolgálatnak adott otthont. A topos programnak köszönhetően energetikai korszerűsítés, az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, belső felújítása is elkészült, nem is beszélve a védőnői munkához elengedhetetlen eszközökről. Vadonatúj eszközöket kaptam, tehát elmondhatom, hogy a látásvizsgáló tábláktól a hallásvizsgáló készülékig, a mérlegekig, a nőgyógyászati vizsgálóasztalon át a gyönyörű új pakolókig minden vadonatúj lett, úgyhogy ezek a munkámat jelentősen megkönnyítik. Sokkal jobb dolgozni egy új modern eszközzel, mint a régi, nehezen működő, kiszuperált eszközökkel. Az ünnepélyes avatón azonnal a szülők és a gyerekek kedvence lett az a multifunkciós szoba, amely baba-mama programoknak, csoportfoglalkozásoknak, várandós tornáknak is helyet ad majd. Móring József Attila országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, körvonalazódni látszik már a Magyar Falu program, amely a vidéki kistelepülések számára ilyen és hasonló beruházások kivitelezését teszi majd lehetővé. Alsóbrendű, sokszámjegyű utak felújítása mellett olyan szolgáltató központok, olyan szolgáltató pontok kialakítására, felújítására is lesz lehetőség, amely magába foglalja az orvosi rendelőket, védőnői rendelőket, óvodákat, bölcsődéket, úgyhogy nagyon remélem, hogy sok falu ezzel a lehetőséggel élni fog. Balatonmárián a születések száma évről évre emelkedik, az idei év végéig 16-17 új baba érkezése várható. Őket és szüleiket már a felújított és minden igényt kielégítő védőnői szolgáltató épületben fogadják majd. Híradunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Összefogás kell a gazdasági fejlődéshez, stúdiómban értékelt az egyetem rektora. Cél, hogy felhívják a figyelmet az olvasás fontosságára, népmese.nyílt Pécsett.
Új-Prébánia kertvárosban már adventkor itt ünnepelhetnek a hívek. Ijesztő dekorációk, zombi dolgozók, különleges véradás az Uránium moziban. Pénteken kezdetben északkeleten lehet néhol kisebb eső, majd délután a Dunántúl nyugati felén növekszik meg erősebben a felhőzet, és ott számíthatunk esőre, záporra. Reggelre a Dunántúlon a nagy területen képződik köd. Délkeleten még élénk lehet a déli szél. Hajnalban 9-17, napközben 18-25 fok várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!